Főtisztendő eminenciás észak úr, főtisztendő urak, nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Mi köze a harangoknak a háborúhoz, miért ekvirálták el őket? Előadásomban a korabeli anyagokból, iratokból, levéltári forrásokból próbálok erre választ adni. A háború elején a harcoló felek nem készültek fel tulajdonképpen a hosszú háborúra, pár hónap alatt akarták ezt befejezni, mire a falevelek hazatérnek tulajdonképpen ennyi volt az időszak, de 1915-re már mindenből hiányzik volt. Hiányzott a hadieszköz, hiányzott a lőszer, és a hadipar területén hiányzott a legfontosabb anyag, a fém. A központi hatalmakat elvágta az Antant blokádja, ezért hadifémgyűjtéssel és rekvirálással próbálta az állam a fémeket begyűjteni. Az országban ezek a hadifémgyűjtő akciók, illetve mozgalmak voltak a legfontosabbak. Az első a háború 15. napján indult, augusztus 11-én, Auguszta főhercegnő végnöksége alatt. Itt az arany és ezüst ékszereket, aranyat vasért, Propátia 1914, vagy Propátia 1914-15 feliratú vas emlékgyűrűkre lehetett beváltani. Az arany és ezüst tárgyak beváltása már készpénz ellenében történt az állami beváltóhivatalokban. A rizsmozsarat vasért akció az Uráni Országos Nővéri Egyesület végnökségével indult 1914 őszén. Itt a háztartásban levő rezet próbálták összegyűjteni, és cserébe ugyanolyan tömegű, súlyú, nikkelezett vasmozsarat adtak. Érdekesség, egy 2 kilós átlagos vasmozsárból 200 darab töltényhüvet lehetett gyártani. Másik érdekesség, hogy heti 24 millió töltény kellett a háborúban, ennyi felhasználását tervezte a hadvezetőség. A következő akció a fémet a hadseregnek akció volt, lovak Korbatnyi Sándor közös hadügyminiszter irányításával. Ez mindössze másfél hónapig tartott, márciustól kezdődött és május 15-ével be is fejeződött. A nagyobb akció a háborús rekvirálás volt, és de felvetődött egy olyan különleges dolog is, hogy a köztéri szobrok hadicélú elvitelét is tervezték. Ebből sajnos, hál' Istennek, semmi nem maradt. Ezek az akciók arra szolgáltak, hogy a háborúban elesettek hadi özvegyeit, hadi járváit, a rokkantakat és a megvakult katonákat segítsék. Miért volt szükség tulajdonképpen a rekvirálásokra? A fémhiány pótlását ezekkel a fémgyűjtő akciókkal nem lehetett megvalósítani, ezért egy újabb kényszerítés volt maga a rekvirálás. Ezt a rekvirálást két törvény alapozta meg, az 1912-es évi 63-as törvénycikk, mely a hadiszolgáltatásokról szólt, és a 68. törvény, mely a hadi intézkedésekre vonatkozott. Ezt a két törvényt 1914-ben egy 50-es törvénycikk egészítette ki. Tehát a hadsereg a szükséges anyagokat rekvirálhatta, azaz lefoglalta és térítés ellenében hatósági áron átvehette. A vallási és hadügyminiszterek voltak azok a prominens személyek, akik elrendelték tulajdonképpen a harang rekvirálást. Báró hazai Samu honvédelmi miniszter, Jankovics Béla vallási és közoktatási miniszter, és báró Szuromi Sándor honvédelmi miniszter volt az, akiknek a nevéhez fűződnek azok a rendeletek, átiratok, leíratok, amelyeket majd az idők folyamán el fogok mondani. A harang bronzból készül. Az ágyú 90%, 90-93% rész és 7-10% ón. A harangész viszont 78-80% részből és 20-22% ónból készül. Tehát, mint látható, mind a kettőnek ugyanaz az alapanyaga. Mind a kettő bronz. Ezért a tüzérségi fegyverek elterjedésével felgyorsult tulajdonképpen a harangok hadiszélú felhasználása is. A 19. század elejéig a legtöbb állam hadseregében volt egy úgynevezett harangjog, ami azt jelentette, hogy az elfoglalt város vagy vár területén található harangok a győztes tulajdonába kerültek, és ezt váltságdíj ellenében általában meghagyták a tulajdonosuknál. Szelager mondja, a francia, ez háború, vagyis a háborúban a hadijog érvényes, tehát a győztes visz mindent. A jogi szabályozás igen fontos volt a rekvirálások során. A jogi út
igen egyszerű, a honvédelmi és a vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletet, illetve átiratot ír egymáshoz. Ezek a minisztériumok leíratot írnak az érseki hivatalnak, az érseki hivatal pedig körlevelet ad ki a papság számára. 1915. márciusában báró hazai Samu honvédelmi miniszter felkérésére Jankovics Béla vallás és közoktatási miniszter bizalmasítatót küld az egyházi főhatósághoz. Azt kéri, az egyházak megfelelő ellenéték fejében mennyi vörösliszt tárgyat tudnának a hadvezetésük részére bocsájtani. Eltelik pár hónap, augusztus 18, és a vallás és közoktatási miniszter 7903-as számú irata már azt írja, hogy az egyházak nélkülözhető harangjaikról lemondjanak, ezt kérik. Ennek érdekében harangkimutatás készítését indítványozták, melyet szeptember 15-ig kell beküldeni. Az Messányi Lajos egri érsek a 3319-es számú körlevelében augusztus 23-án kiadta, hogy szeptember 10-ig el kell készíteni a lelkészeknek ezeket a körleveleket. Egy hónappal később, október 4-én, Messányi Lajos egri érsek a 44.020-as számú körlevelében felajánlja a harangjait, az egyházmegye harangjait a hadvezetőség számára. Elkövetkezik a következő év, 1916. március 21. Ekkor a vallásügyi miniszter leíratot ír a harangok leszereléséről és átvitelének rendjéről. Mentesülnek a leszerelés és a leszereléstől a vallási ténykedéshez szükséges és a műértékkel bíró harangok. Erről az egri érsek így továbbítja a körlevelet. A harangok beszolgáltatása hadik célokra. A következő körlevele, ami májusban ad ki a harangokról, már a harangok biztosításával foglalkozik. És elkövetkezik az a időpont, amire tulajdonképpen mindenki vár 1915 óta. 1916. április 15-én a császári és királyi hadügyminiszter elrendeli a 3380-as számú rendeletében a templomok és harangjainak a rekvirálását. Ez a rekvirálás 1916. augusztusában kezdődik el. Magyarország területén tudomásom szerint augusztus 4-én a Tatai templomból viszik el a harangokat először. Tehát megtörténik 1916-ban a rekvirálás első hulláma, és december 14-én a hadügyminiszter kiad egy újabb rendeletet, melyben értesítik az egyházakat, hogy a művészeti értékű harangoknak a hadi célra való felhasználását felmenti. Következik a következő, a háború második fele, amely szigorítással indul. Az 5270-es vallási számú lératban a 24 cm-nél nagyobb harangokra vonatkozik, ennek az igénybevételéről ír. Mentesülnek a leszereléstől a történelmi, tehát az 1700 előtti és a műértékkel bíró harangok. Tehát újabb kimutatást kérnek az egyházaktól, melyben a mentesítés indokait is fel kellett volna tüntetni. Ezt május 20-ig kellene beküldeni. De május 22-én báró Szurmai Sándor a 10.875 számú miniszteri rendeletében elrendeli a harangok hadicélokra való igénybevételét. Ez azt jelentette, a harangokat térítés ellenében 4 héten belül kellett átadni az illetékes katonai parancsnokságoknak. Egyházakban községenként csak egy harang maradhatott. Ez óriási, hogy is mondjam, felháborodást keltett a lakosság körében, illetve az egyházak körében is. Miért? Azért, mert mivel a történelmi és művészeti értékkel rendelkező harangok száma oly csekély hazánkban, hogy az ország túlnyomó részében egy harang sem maradna meg, vallási célokra egyetlen, mégpedig mindenütt a legkisebb harang hagyandó meg. Ezt a vallásügyi miniszter írja a felháborodásra. Tehát egy engedményt azért adott, hogy a legkisebb harangot azért hagyjuk meg. Július 12. 1917, a 10204-es számú császári és királyi hadügyminiszter rendelet elrendeli a rekvirálás megkezdését. Mire az Ekri Egyházmegye a kassai hadtett parancsnokság területén található,
Ezért a kassai császári és királyi katonai parancsnokság átiratban értesíti az érsekséget, a harangok folytatólagos leszerelése a kassai parancsnokság területén augusztus 1-én fog megkezdetni. Erre az érsekség a 3400-as számú köratot adja ki július 28-án, kellő tudomás és művésztartás végett. 1917. december 21. a vallásügyi miniszter elrendeli, vasárnap a harangok leszerelése tilos. Mert előfordult eddig, hogy mise után vagy mise előtt megjelentek a katonák és megpróbálták leszedni a harangokat. És felolvasom a legutolsó rendeletet, ami a legboldogabb tulajdonképpen, amit mindenki vár a rekvirálások bejelentése óta. Ez a magyar királyi hadügyminiszter 1918. évi 30.166-os számú rendelete, ennek pontosabban a 20 C rendelete, a fémeknek az igényvétel aluli feloldásáról szól, többek között az egyházi épületek részletűzetei, a harangok és ón vagy ónözetből készült külső orgonasípok filmmondjának hadi célokra való igényvétel tárgyában kiadott honvédelmi minisztéri rendeleteket ezennel hatályát megszüntetem. 1918. november 15. Barta Albert hadügyminiszter. Ez volt tehát a jogi szabályozás, ami alapján elvégezték a harangok rekvirálását. Az egri érsekség területe 5 egyházmegye csatlakozott, fekete pontokkal jelölt határ volt az egri főegyházmegye. Ide itt tartozott a kassai, a rozsnyúi, a szepesi és a szatmári egyházmegye is. A következő diákon korabeli iratokat mutatok, a 33-19-1915-ös érseki körlevél a harangok összeírásáról, és egy harang kimutatás Abarcsalók római katolikus templomának harangairól, mely 1915. augusztus 31-én készítette Halász József plébános. Itt a kimutatásban a 9 kérdőpontra kellett választ adni, a politikai község neve, a lakosság száma, a hitközség lélek száma, a templomok kápolnák száma, az ezekben levő harangok száma, és a régi harangoknál a harangok készítési időpontja, a harangok hozzávetőleges súlya kilogramban, amennyiben ismeretes a fémkeverék megjelölése, melyből a harang készül, és azon harang megjelölése, melynek megtartására a hitközség súlyt kíván helyezni, és a 9. kérdőpont pedig a harangok különös műértékéről és az egyéb jegyzetekre vonatkozott. Egerben felrajzoltam azokat a helyeket, ahol templomok és kápolnák találhatók. A székesegyház, a ciszterek, a Szent Anna kápolna, a kisasszony temető kápolna, a felnémeti úti harangláb, a Szent Donát temető kápolna, a Ciszter templom irgalmasok kápolnája, a Mindöze templom, Ferences templom, a Rókus kápolna, a Hatvani temető kápolna, a Csengős iskola haranglábja, és van két olyan, ami nem római katolikus, a protestánsok imaháza és a Rácok temploma. Onnit is vittek el természetesen harangokat. A következő képen a kápolnák és haranglábak korabeli bizottsági jegyzőkönyvét láthatjuk, melyeket Rejvik Rudolf tartalékos főhadnagy és Petrovics Gyula kanonok plébános, Egerváros plébánosa ellen jegyzett. Itt 578 kg tömegű harangot mértek le, melyért 2312 koronát fizetett a hadvezetőség. Ezen a képen a Szent Anna kórház kápolna és a Szent Donát temető kápolna leszerelt, 1916-ban leszerelt harangjárvait, illetve a kápolnának a harang ütőjét láthatjuk. És itt van az egri főszékesegyház harangjainak a leszerelési jegyzőkönyve is, ami szintén 1916. november 23-án
vagy datálódott, de ezt már Dutkai Pál őrkaronok a kártalan részéről adja át. Ebben 3820 kg-os Mihály harangról írnak, és 1833-os kilogramm volt az a másik két harang, melynek a neve a Donát és a János. A harangok össztömege 5653 kilogramm, melyet 22612 koronát fizetett a katonai parancsnokság. És íme itt van a Mihály harang leszerelve. Az egri katolikus tudósító 1917-es első számában található ez a fotó. És íme a ferences templomnak a második harangja, szintén már leszerelve. És itt van a következő olyan dolog, amiről most olvasni fogok, méghozzá idézeteket. Hogyan viszonyult az egyház és a lakosság a harangrekvirálásokhoz? A győri püspökség körlevelében így ír. Támogatni óhajtván azt a hazafias társadalmi akciót, mely vitéz hadseregünknek fémmel való ellátását írt az zászlajára, a használatban nem lévő és műemlék jellegével nem bíró harangokat egyházmegyém területéről a hadvezetőségnek rendelkezésére akarom bocsájtani. Győr 1915. augusztus 3. Antal püspök. Az egri főegyházmegye harangjének feljárása így szól. Csak részleteket olvasok a négy oldalas dokumentumból. Mint hogy az egyházakkal szemben nem lehet szükség a hadiszolgáltatási törvény alkalmazása, felkérettem, hogy önként ajánljam fel a hadvezetőségnek ellenszolgáltatás mellett a lehető legnagyobb harangmennyiséget. Látnivaló, hogy az ez ideig tartó nélkülözés nem is oly súlyos és alig hozható arányba azzal az áldozattal, melyet hőskatonáink, a hazánk s nekünk szokatlan hosszú folyamatban hoznak. Világos, hogy egy pillanatig sem lehet hozni, és oda kell adni mindazt, amink csak van, ha az hős katonáink hadkészségének fenntartására szolgál. És nélküle a békéhez vezető út győzelem ki nem von vívható. Így ismerve fel a helyzetet és kötelességeinket, főkártalanommal egyetértve az egri székesegyház harangjait egynek kivételével, melyhez még a kis lélek harangot is csatoljuk, egészen átengedjük, ha a hadvezetőség a szükséges beállásról értesíteni fog. Készek lévén egyébként végső esetben még a visszatartott egyről is lemondani. Így értelemben teszem én még most az egész egyházmegyém nevében a kívánt önkéntes feljelajást. Lajos érsek, 1915. október 4. Mit szólnak ehhez a hívek? A hívek országszerte heves érzelmekkel búcsúztatják a harangokat. Sírás, zokogás közepette, a leszerelt harangokkal, virágokkal, díszítik, koszorúkkal, és így kísérik ki a vasútállomásra. A káli harangokról meg a búcsúztatását Dutkai Lajos káli kántor így ír. Ó, ti drága szép harangok, égig szállt a hangotok, hogyha reggel délben este Angelisra szóltatok. Kedvesinket elsiratni résztvevőn siettetek, bánatunkban, bús időnkben enyhet nyertünk tőletek. Fergetekben, vészben, bajban lelkesen biztattatok, s a hazánknak védelmére elhagyjátok trónotok. Bízva bízunk, hogyha egyszer hüvelyébe tér a kar, s boldogítva újra látunk rég nem látott béke majd. Visszatérő harangoknak nyelvén zeng a glória, diadallal zenkitek, hogy áldassék az ég ura. De hogyan búcsúzott a Mihály harang az egri hívektől? Ne szomorgatjatok utánunk, ti jó egri hívek, ma még csak szelíd a hangunk, bim, bam, bim, bam. Nem sokára erősebben szólunk majd, bum, 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 s ahol mi megjelenünk, futni fog az ellenség, s akkor ismét szelíd, ezüstös gilingalanggal fogjuk hívni az egri híveket, hogy jöjjetek, imádjuk az Urat. Az egri egyházmegye területén 1254 darab harangot írt a harangkimutatás. A rekvirálási jegyzőkönyvek alapján 845 darab harangot vittek el. Ez a harang állománynak a 67,38%-a. Hevesvár megyéből 423 harang összeírása került, és 249-et vittek el. Ez közel majdnem 59% volt. Az első harang pótlása 1921-ben történik Egerben, a felnémeti Csengős Mária szoborra. Az utolsó az 2001-ben történt harangpótlás volt, a Szent Mihály mostani harangunk. De közte volt egy másik Mihály harang is, amit 1944-ben vittek el. Ez 1923-ban készült, mindössze 21 évig szolgálta a templomot. És reméljük, hogy ami most 2001-ben készült, ez hosszabb életű lesz, és bízunk benne, tegyünk meg mindent, hogy nehogy vége legyen, mint elődeinek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm.